Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás november 21-ig. Te benne vagy egy bizonyos helyzetben, ahol vannak kihívások, nehézségek, vagy valaki támad téged, vannak igazságtalanságok, de ez a kártya arra utal, hogy itt te győzni fogsz. Sőt, kezedbe veszed a dolgokat, és irányítod az eseményeket. Így minden előre halad. Ez a kártya jelenthet külföldi kapcsolatokat, utazásokat is. Itt kezedbe veszed a tűz elemét, és kimutatod a bátorságodat, a lelkesedést. Mégis lesz itt egy kis szomorúság, hiszen van valaki a környezetedben, ez lehet egy férfi, lehet egy nő is, aki szándékosan meg akar bántani téged, hiszen itt vagy látható a könnyek mezején. De nem utasd ki ezeket a fájdalmakat, hanem, mint ahogy ezen a képen látható az életöröm, a vidámság, így jelenj meg mások előtt. Ami az anyagiakat illeti, erre utal itt ez a kép. Itt meg lesz a jövőben a nyeremény és a jólét, de a következő napokban ügyelj a pénzügyi dolgokra, hiszen itt lesznek még korlátozások, erre utal a 9-es szám. Ami viszont a szerelmet illeti, itt látható a boldogság, valami közeledik, vagy valaki közeledik hozzád, és itt lesz egy sorsdöntő változás. Ez a kép jelenti a kármikus témákat, a múltat is. Ez arra utal, hogy ez a férfi a te lelki társad, és ismered a korábbi életedből. Ti összetartoztok, erre utalnak itt a delfinek is. Jelentik a bölcsességet is. És itt megjelenik ez a varázsló. A kelyhek utalnak az érzelmekre, az álmokra. Minden kehely jelent egy álmot. És ez a varázsló, ez segít abban, hogy ez az álom megvalósuljon. De ebben kellene hinned. Ami még történik, hogy te valamit megszépítesz a környezetedben. És itt lesz egy új kezdet. Megvan nálad ez az intuíció, ez az inspiráció, ez a szépség, ez a kreatív tevékenység. És itt látható a szerelem, és szerencse a párkapcsolat területén. Akkor is, ha valami még olyan bizonytalannak tűnik, mégis megvan a vidámság, megvannak a változások. Itt, ezen a képen láthattuk, hogy itt vannak még korlátozások, ami az anyagiakat illeti, de a későbbiek folyamán meg lesz itt a szerencse, a nyeremény. Itt előre mennek a dolgok, nem csak az anyagiakat illetően, hanem a munkát illetően is. Az a fontos, hogy meglegyen a hited és a türelmed. Várj arra, amíg ez beteljesedik, amíg szerencséd van, amíg ez az álom megvalósul. Ez a varázsló segíteni fog neked ebben. Nem csak a varázsló, hanem a csillagképek, hiszen ezek szerencsét hoznak. És én kívánok neked sok szerencsét, nagyon sok szeretettel, Dendera!